Igazából én nem is húzom tovább az időt, mert az a probléma, hogy csak a Héber kifejezés, illetve az, hogy ki a Héber, mi az, amit mi Hébernek vallunk, illetve kicsoda Ábrahám, aki ugye ennek az egésznek az elindítója, csak ez lett 45 oldal, úgyhogy kétlem, hogy ez bele fog férni akár ma, de szerintem még a következő alkalomban sem, úgyhogy szerintem nem is érdemes tovább húzni az időt. Aki akar, csatlakozik úgy is, aki pedig megnézi majd a felvételt, az meg látni fogja. Úgyhogy azok, akik követik, azoknak 1 Mózes Peresi 14-es fejezet az első, és ezzel fogjuk kezdeni a 12-es versen, 1 Mózes 14-12. Ez ugye az a történet, amikor Lótot elrabolják, amikor megtámadják Sodomát, és elrabolják Lótot, illetve az egész várost tulajdonképpen, és Ábrahám elmegy és megszabadítja őket. Ez a történet. Mi ott kapcsolódunk be, amikor már ugye elrabolták. Szóval 1 Mózes 14-12-es így szól: elvég Lótot is, az Ábrám atya fiának fiát jószágostól együtt elmennének, mert Lót Sodomában lakik vala. Ábrám, ugye még itt Ábrám néven szerepel Ábrahám, de ugyanaz a karakter. 13. Eljöve pedig egy menekült és hírül hozzá a Héber Ábrámnak, aki lakik vala az Emoreus Mamrénak, Eskol atya fiának és Áner atya fiának tölgyesében, akik meg Ábrámnak szövetségesei valának. Ugye hozzák a hírt Ábrámnak, és én csak azért akartam ezzel a verssel kezdeni, mert itt azon, hogy a Héber Ábrámnak meg fogjuk nézni azt, hogy mi is ez a szó Héber. 14 pedig így szól: amint meghallá Ábrám, hogy az ő atyafia fogságba esett, felfegyverzi házában nevekedett 318 próbált legényét, és üldözve nyomul a Dánig. Ez a Héber szó, ez ivri, és a jelentése annyit tesz, mint ez ugye a Strong's Concordance szerint a jelentése annyit tesz, mint valaki, aki túlról érkezett, aki átkelt, ezt jelenti a Héber kifejezés itt, amit használ, és ezt úgy használja az írás 30-szor, mint Héber, és illetve Héber nőre is használja 2-szer. A lényeg az, maga a szó Héber annyit tesz, hogy valaki átkelt valahonnan. De ha tovább nyomozunk, akkor visszajutunk addig, hogy Aber, ami ennek a szónak az eredete, ami ugye Evri, és ennek a ez az Aber szóból ered, ennek a ez pedig Heber, aki Ábrámnak volt egy elődje, és ez a szó szintén azt jelenti, hogy a hely, ami túlról, szóval átkelni valahonnan, vagy egy hely, ami innen távolabb esik. Ha még tovább ásunk vissza, akkor megtaláljuk ugyanezt a szót, hogy ever, és ennek a jelentése szintén az lesz, hogy egy hely, ami innen által van, ahova át kell kelni, ami a másik oldalon van, és ez az, amit jelent ez a szó. Ha még tovább megyünk, és ez az utolsó, akkor az abár szó pedig annyit tesz, hogy át kellni valahol, át kellni valamin, által menni, és keresztül vágni, ezt jelenti ez a szó. Mindenki meg tudja majd nézni magának, hogyha utána akar nézni, valamint keresztül vágni, keresztül menetelni, keresztül folyni, átmenni, átkelni, keresztezni, ez mind-mind ez a szó. Szerintem egyrészt ugye arra utal, hogy Ábrám maga átkelt az Eufrátesz folyón ahhoz, hogy eljusson az ígéret földjére, a idézőjelben Kánán földjére, a másrészt pedig ő áttért egy másfajta életmódra.
az pedig az az életmód, amit Yahuwah parancsolt neki, és ő járt a parancsolatokban, ő úgy élt, ezért áttért arra az életmódra. Ez az, amit nekünk is meg kell tennünk, amennyiben őt akarjuk követni, de ez ki fog derülni remélhetőleg a versekből. Hogy kik is voltak ezek a héberek, erre fogunk megnézni még néhány verset, és ezek szerintem jól fogják érzékeltetni azt, hogy ez igenis egy népcsoport volt. Ez 1 Mózes Peresít 39, 13-as vers, amelyik ugye 1 Mózes 39, és így szól a 13-as vers. Ez ugye a fáraó felesége. 13-as vers. És mikor látja vala az asszony, hogy az a maga ruháját az ő kezében hagyta és kifutott, összehívá a háznépet, és szól a hozzájuk, mondván, lássátok, héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket, bejött hozzám, hogy velem hájon, és én fennszóval kiálték. És lőn, amit hallja vala, hogy fennszóval kezdik kiáltani, ruháját nálam hagyja, és elfuta, és kiméne. 16. Megtartá azért az ő ruháját magánál, míg az ő ura hazajöve. És ilyen szókkal szól hozzá, mondván, bejöve hozzám a héber szolga, akit idehoztál, hogy szégyent hozzon rám. Amit ezzel akartam, az az, hogy a héber egyértelműen egy nép neve volt. Nem csak a nyelv, hanem egy nép volt az. És meg fogjuk látni azt, hogy meg lehetett különböztetni őket a többi néptől, hiszen egyrészt itt is a fáraó felesége ugye egyértelművé teszi, hogy egy héber, így mindenki tudja, hogy ki az, akiről szó van. Ez azt jelenti, hogy valamilyen formában meg kell, hogy különböztessék őket. Következő a 40-es fejezet, ugye ez az ezutáni fejezet, és itt a 14-es vers, ez ugye 1 Mózes Bereshit 40-es fejezet, 14-es vers így szól. Csak hogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, hogy cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a házból, ez ugye József, Jahuszef mondja az egyik börtöntársának. 15. Mert lopva hoztak el engem a héberek földéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek. Ugye ez az, hogy eladták a testvérei az ismálitáknak, és azok eladták utána Egyiptomba. A lényeg az, hogy a héberek földjéről, tehát a hébereknek kell, hogy legyen egy földje. Szóval ez nem csak egy nép volt, egy nyelv, hanem volt egy földjük is, ahol ők éltek. És ez az, amit ebből megtudunk, ebből a versből. A következő pedig 1 Mózes 43, 31-es és a 33-as. Ez a héber szó még mindig ugyanaz, amit az elején megtárgyaltunk egyébként. Az összes héber kifejezés a Tanákból ugyanaz lesz, amiről szó volt az elején, azért is választottam ezeket a verseket. Oké, 1 Mózes 43, Bereshit 43, 31-es vers így szól. Azután megmosá orcáját, és kiméne, és megtartóztatá magát, és mondta, hozzatok ennivalót, és elhozzák neki külön, azoknak is külön, és az Egyiptom belieknek is külön, ez ugye Jahuszef József ismét, kik vele esznek vala külön, mert nem ehettek az Egyiptom beliek együtt a héberekkel, mert utálatos az egyiptomiak előtt. Szóval a héber népet az egyiptomiak megvetették, és ezért külön ettek még akkor is, amikor ugye József jelen volt. Persze itt még nem tudták, hogy ő kicsoda. A lényeg az ismét, hogy megkülönböztették a hébereket az összes többi nemzettől, és külön ettek tőlük. Következő 2 Mózes 1, ez Semot, 2 Mózes első fejezet. A következő versekből pedig még jobban ki fog derülni az, hogy igenis egy népről van szó, amit meg lehet különböztetni a többitől. 2 Mózes első fejezet így szól, 15-ös vers. És szól a Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül egyiknek Sifra, másiknak Poá
vala neve, és mond, amikor a héber asszonyok körül bábálkodtok, nézzetek a szülőszékre, ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig lány, az hadd éljen. Úgyhogy ismét arról van szó, hogy a hébereket megkülönböztetik a többiektől, itt természetesen a Mózesről szóló profécia miatt akarták az elsőszülött fiúkat megölni. 17. De a bábák félék Elohimet, és nem cselekedének úgy, mint Egyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket. Ezek szerint azonban más népek is ismerték Elohimet, Jahuát, és félték, hiszen a héberekkel együtt éltek, ezért megtudták. Azonban az fontos, és ez ki fog derülni, hogy Jahua mindvégig Ábrahámmal és ezzel a néppel tartotta a kapcsolatot. Többi néppel nem volt kapcsolatban, és soha nem is lesz. 18. Hivatán annak okáért Egyiptom királya a bábákat, és mondánék, miért, mivel tétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket? Bábák pedig mondának fáraónak, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptombeliek. Mert azok életerősek, minek előtte a bába hozzájuk eljutna, már szülnek. Tehát a héber asszonyok, a héberek különbözőek voltak az egyiptomiaktól. Nem csak külön ettek, más vallásuk volt, más szokásaik, hanem különböző eltérő tulajdonságaik is voltak fizikálisan. És erről szól ez. Következő pedig 2 Mózes 2, azaz Semot második fejezet, és az 5-ös vers így szól. 2 Mózes 2, 5-ös vers. És aláméne a fáraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgáló leányai pedig járkálnak vala víz partján, és meglátta a ládácskát a sás között, és elküldi az ő szolgáló leányát, és kihozzatá azt. Ez ugye amikor Mózes megtalálja. És kinyitá és látá a gyermeket, és íme egy síró fiú, és könyörül rajta, és mondta, a héberek gyermekei közül való ez. Kérdés az vajon honnan tudta, hogy ez nem egyiptomi, hanem héber? Ezek szerint az egyiptomi és a héber nem azonos. Úgyhogy fizikálisan meg lehetett őket különböztetni. Az ő nénye pedig mondta a fáraó lányának, elmenjek és hívja ki egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa néked ezt a gyermeket. Tehát nem csak, hogy felismerte, hogy ez egy héber gyermek, hanem egy héber, úgymond bábát is kerített neki a héber asszonyok közül. Ha a 11-es versre leugrunk, akkor látjuk azt, hogy így szól, lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes, Mose felnevekedik, kiméne az ő atyafihoz, és látá az ő nehéz munkájukat, s látá, hogy egy egyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyafiai közül. Mikor ide-oda tekinte, és látta, hogy senki sincs, agyonüti az egyiptombelit, és elrejti azt a homokba, másnap is kiméne, és íme két héber férfi veszekedik vala, és mondta annak, aki bűnös vala, miért verette az atyát fiát. Ugye itt is arról van szó, hogy a héberek természetesen meg lehetett különböztetni, hiszen itt még rabszolgamunkát folytattak, azonban egyetemű az elkülönülés a népcsoportok közül, és az, hogy a héberek különböznek nem csak a szokásaikat tekintve, hanem fizikálisan is a többi népektől. 2 Mózes Semot 3-as fejezet, tehát a következő fejezet. És ez az, ahonnan szerintem érdekesebb lesz az egész helyzet a héber szó kapcsán, illetve a héber nemzet kapcsán. 2. Mózes 3-as fejezet, következő fejezet, 17-es vers, így szól. 2. Mózes 3:17. És mondám, kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorúságból, a kananeusok, kitteusok, emorosok, perizeusok, kiveusok, jebuzeusok földjére, tejjel és mézzel folyó földre. Következő, és ha hallgatnak szavadra, akkor elmégy te és az Izrael vénei Egyiptom királyához, és így szóltok neki, Jahua, ez az Úr a Károli Bibliában, Jahua a héberek hatalmassága, Istene, megjelent nékünk,
Most azért hadd menjünk 3 napi útra a pusztába, hogy áldozunk Jahuának, az Úrnak, a mi hatalmasságunknak, a mi Istenünk. Tehát Jahua a teremtő, a héberek Istene. És ez fontos, hogy mindenki megjegyezze azt, hogy ha Jahua a héberek Istene, akkor el kell követnünk mindent, hogy kitaláljuk, hogy mi tesz valakit héberré, illetve hogy lehet valaki héber. Héber ugye azt jelenti, már megfejtettük, hogy átáll, átmegy, keresztül vág, úgyhogy ez nem csak azt jelenti, hogy fizikálisan átkel az eufrátiszen, hanem hogy átveszi azokat a szokásokat, amiket ez a népcsoport magáénak tart. És akkor lesz héber, és akkor lesz Jahua az ő hatalmassága is. Második Mózes 5 a következő. Második Mózes Semot 5-ös fejezet. Üdvözlet egyébként mindenkinek, aki becsatlakozott, majd a végén foglalkozunk a hozzászólásokkal, meg a kérdésekkel, most haladni fogunk csak tovább. Semot 5, második Mózes 5, második vers így szól. Fáraó pedig mondá, kicsoda Jahua? Kicsoda úr, kicsoda az úr, hogy szavára hallgassak és elbocsássam Izraelt. A fáraó nem ismeri Jahuát, annak ellenére, hogy a héberek ismerik, illetve Mózes mindenképpen. Nem ismerem Jahuát, és nem is bocsátom el Izraelt. Ugye ez az a pillanat, amikor oda-vissza fog Mózes által üzenni Jahua a fáraónak, hogy engedje el őket, a fáraó pedig nem engedi el. Ez az a pillanat, amikor Jahua megmutatja magát ezeknek az emberek. Természetesen Ábrahám már ismerte, azonban Ábrahám már nincsen a képben. De Jahua megmutatja magát a népének, azoknak a népnek, akinek megígérte, akinek az ősének megígérte, hogy megmutatja magát, ugyanis Ábrahámnak megígérte, hogy nagyjá teszi az ő népét. És ez az a pillanat, amikor megmutatja magát, azonban a fáraó sem tudja, hogy ki, hiszen azt mondja, kicsoda Jahua. Ők pedig mondának, ez ugye Mózes és Áron, a héberek hatalmassága Istene megjelennékünk, hadd mehessünk hát 3 napi útra a pusztába, hogy áldozhassunk ki a Huának, a mi hatalmasságunknak, Istenünknek, hogy megneverjen minket tök halállal vagy fegyverrel. Egyiptom király pedig mondanékik, Mózes, Mosé és Áron, miért vonjátok el a népet az ő munkáitól, menjetek dolgotokra. Szóval a fáraó nem csak, hogy nem ismeri Jahuát, nem is érdekli ez az egész dolog, hiszen Jahua a héberek hatalmasága Istene, ezért nem ismerik a többi népek. A lényeg az, hogy Jahua választott magának egy népcsoportot, amin keresztül megmutatja magát a világnak. És mivel ő nem változik, ezért ez a dolog sem fog változni. Úgyhogy mindaz, amit ő megmutat, megjelentett, az mindig az ő népén keresztül fog megjelenni. Remélhetőleg ennek a sorozatnak a végére világos ez mindenki számára, hogy ki is ez a nép, micsoda nép, azonban kezdjük csak az legelején, és ez pedig a héber. Tehát az kiderült, hogy Jahua a héberek hatalmasága. Nézzük meg, most el fogunk ugrani Jónáshoz. Jónáshoz, és megnézzük, hogy az mit. Abban mit tudunk meg, ez Jónás, Jóna első fejezet, 8-as vers. Én azt javaslom mindenkinek, hogy felejts el a hozzászólásokat, és koncentráljuk ide, a hozzászólásokra rátérünk a végén, úgyhogy akinek kérdése van, beírhatja, de most ezzel nem fog foglalkozni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ide koncentráljunk a végén, majd megtárgyalunk mindent. Jóna 1-es fejezet, 8-as vers. Mondák azért néki, kérünk, beszéld el nékünk, mi van, mi miatt van rajtunk-e veszedelem, mi a te foglalkozásod, és honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből vagy. Jónás, Jóna története sokkal többről szól, mint hogy lenyeli egy nagy hal, és 3 napig a hal hasában van. De még csak ebből a versből is több kiderül, hiszen ezek az emberek tudják, hogy Jóna egy másfajta nép, és más az ő hazája.
ugye itt már kiderült, hogy valaki miatt ezt az átkot bocsátotta rájuk Elohim, hogy elvesznek ugye a viharban. Így reagál, így szól Jóna 9-es, és mondanékik, Héber vagyok, és Jahuát, az egek hatalmasságát félem én, aki a tengert és a száraz teremtette. Hát, hogyha van fontos mondat az írásban, akkor ez egy fontos mondat. Héber, az ő hatalmassága Jahua, aki a tengert és a száraz teremtette. Ezzel elmondta nekik, hogy ő kicsoda, és ki az, akit ő tisztel. És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondták neki, mit cselekedtél, mert megtudták azok az emberek, hogy Jahua színe elől fut, mivel hogy elbeszéli néki. Ugye természetesen annál sokkal nagyobb célja volt Jahuának Jónással, mint hogy ezt a néhány embert megtérítse, azonban ezt is elérte ezzel, ugyanis ha olvasjuk tovább a történetet, akkor megtudjuk azt, hogy ezek az emberek Jahuának áldoztak, és innentől kezdve ők is Jahuát félték. Azonban a lényeg az, hogy elmondta nekik, hogy ő Héber szintén, és Jahua az ő hatalmassága, tehát innen is tudjuk, hogy nem csak Mózes idejében, hanem mindvégig ez így volt. Nézzünk vissza a Semot, második Mózes 7-es fejezethez. Második Mózes 7-es fejezet, ugye visszatérünk ismét az egyiptomi 10 csapáshoz, így szól a 15-ös vers, második Mózes 7:15. Eredj a fáraóhoz reggel, íme ő kimegy a vízhez, és állj elejébe a folyóvíz partján, és vedd a vesszőt, amely kígyóvá változott, vala vedd a kezedbe. És mondd néki, Jahua, a héberek hatalmassága küldött engem, a héberek istene, küldött engem hozzád, mondván, bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem a pusztában, de íme mindez ideig meg nem hallgattál. Ugye Jahua az Úr, héberek istene, Jahua, a héberek hatalmassága. Ugyanazt erősíti meg, amit eddig folyamatosan, ugyanazt mondja, mint ahogy mindig. Jahua nem változik, ez ugye Malakiás 3:6-ból kiderül, ő mindig ugyanazt mondja, mindig ugyanazt kívánja tőlünk. Amennyiben itt ő a héberek hatalmassága, ugyanúgy a héberek istene vagy hatalmassága ma is. 17. Így szólt Jahua, erről tudod meg, hogy én vagyok Jahua, íme én megsújtom a vizet. Megsújtam a vesszővel, amely a kezemben van, a vizet, amely a folyóban van, és véré változik. Ez volt az egész egyiptomi csapásoknak a lényege, hogy megismertesse a nevét az egész világgal. Ez volt a célja, ezért választotta a népét, hogy ők őt szolgálják, és általuk elterjessze a saját parancsolatait, és azt az életformát, amit ő megkövetel azoktól, akik úgy akarnak élni, ahogyan a világ egyetlen teremtője azt meghatározta. A teremtményeinek. Jahua kiválasztott egy népet, akin keresztül elterjeszti az ő tanításait, az ő instrukcióit, a Torát. Szóval ez volt a célja, ezért mondja mindig azt, hogy a héberek hatalmaság azok, akik erre az életformára léptek rá, átkeltek. Máté 22. A következő és a 31-es vers. Máté 22, 31-es vers. Máté Jahu 22, 31-es vers. Hallottak feltámadása felől, pedig nem olvastátok-e, amit Elohim mondott néktek, Elohim, ugye Isten mondott néktek, így szólván. Én vagyok az Ábrahám hatalmassága, és az Izsák hatalmassága, és a Jákob hatalmassága, ugye hatalmasság Isten. Elohim nem holtaknak, hanem élőknek a hatalmassága, és a sokaság ezt halván csodálkozik az ő tudományán. Ez ugye a Husák Másiák idézőjeben Jézus, aki ezt mondja. Tehát nem csak a héberek hatalmassága, hanem Ábrahám istene is Elohim. Úgyhogy ezért szerettem volna végignézni azt, hogy mi a héber és Ábrahámról mi az, amit meg lehet tudni, mert mielőtt eljutunk az izraelitához, a zsidóról nem is beszélve, érdemes megtanulni és megérteni azt, hogy hogyan kezdődött el ez az egész folyamat, hogyan mutatta meg magát Elohim a világnak.
És ez volt a folyamat. Ábrahám volt az első, akivel ő tárgyalt az úgymond izraelita vonalból. Természetesen Ábrahám nem volt izraelita, hiszen Jákob az ő fi unokája, aki utána elindult az izraelita vonal, de az, amit mi ábrahámi vallásnak hívunk, vallásoknak ugye a judaizmus, kereszténység, illetve az izlám, az mind-mind Ábrahámmal kezdődött, úgyhogy érdemes visszamenni egészen az elejéig a dolgoknak. Tehát megtudtuk, hogy Héberek hatalmassága és Ábrahám hatalmassága is, és ez maga a megváltó, aki ezt mondja. Következő második Mózes sem ott 9-es, ismét visszamegyünk, visszatérünk a fáraóhoz, és megnézzünk még egy példát, ugyanerre második Mózes 9, 9-es vers így szól. Bocsánat, az 1-es vers így szól. És mondta Jahua Mósénak Mózesnek, menj a fáraóhoz és beszélj vele. Ezt mondja Jahua, a héberek hatalmassága. Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem. Tehát az ő népe a héber nép, akik szolgálnak neki, azok az ő nép, akik szolgálnak neki, az szolgál neki, aki úgy él, ahogyan ő azt mondja. Mert ha nem akarod elbocsátani, és tovább is tartóztatod őket, íme Jahua keze lészen a te mezei barmaidon, lovakon, szamarakon, tevéken, ökökön, juhokon, igen nagy dökhalál. Jahua ismét bizonyságot tesz saját magáról, arról, hogy ő az, aki azt csinál, amit akar. Ő az egyetlen a világon, aki azt csinál, amit akar. Ez volt a 10 csapás lényege. Hogy megmutassa magát a világnak, megmutassa magát a világnak a népén keresztül, és beteljesítse az ígéretet, amit Ábrahámnak tett, hogy az ő magva szolga lesz egy 400 évig szolga lesz egy idegen földön, és onnan ő kihozza majd őket, és egy nagy népé teszi. Ez az ígéret, és benne az egész világ majd üdvözül, illetve meg fogjuk ezt is látni. Ez volt az ígéret Ábrahámnak, ez az, amit látunk itt részben beteljesedni. Apostolok cselekedetei 3-as a következő. Apostolok cselekedetei 3-as, és 11-es vers. Apostolok 3, 11-es vers. Mikor pedig ragaszkodik Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájuk a tornácba, mely Salamonénak neveztetik. Mikor pedig látta ezt Péter, Kefa, mondta a népnek, Izrael fiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi ránk? Mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy az járjon. Ugye meggyógyították azt a sántát, aki kérte őket, hogy gyógyítsák meg, ezért mondja Izrael férfiai, tehát még apostolok cselekedeteiben is a vér szerinti Izraelhez beszélt. De nem is az a lényeg, hanem az, ami 13-asban jön, az pedig így szól, az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene hatalmassága, ami atyáinknak hatalmassága Istene megdicsőítette az ő fiát, Jahusát, Jézus, ki ti elárulátok és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Tehát Jahusa, Hamásiák, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének hatalmasságának a fia. Ugyanez a vonal folytatódik tovább benne, ami elkezdődött egészen, amikor Ábrahámnak az ígéretet tette. Úgyhogy, ha ő nem változik, ahogyan ez kiderült már számtalanszor, ha Elohim nem változik, akkor Jahusa, az ő fia, ugyanazt képviseli, amit ő is elmondott Jahusa számtalanszor, hogy ő továbbra is az atya parancsait, az atya szavát közvetíti, és ha ez Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene, a hatalmassága, akkor ugyanez a vonal él tovább Jahusában is. Ezért szerettem volna megmutatni azok számára, akik azt gondolják, hogy bármi is megváltozott a megváltó eljövetelével, biztos legyen az, hogy nem. Hiszen ugyanúgy Ábrahám hatalmassága az, aki megmutatja magát Jahusa Hamásiakban, ahogyan tette Mózes segítségével. Ugye akkor
akkor Egyiptomból hozta ki őket, most pedig az egész bűnből, úgymond, és az egész világot kihozza onnan. Most pedig rá fogunk térni arra, hogy mi az, amit megtudunk Ábrahámról. 1 Mózes Bereshit 11. 26-os vers. 1 Mózes 11. 26-os vers. Egy Mózes 11, 26. Táré pedig 70 esztendős vala, ez egészen vissza, ahogyan Ábrahám megszületik. 70 esztendős vala és nemzi Ábrahámot, Nákort és Háránt, ugye ez a két testvére, Nákor és Hárán. Ez Táré nemzetsége, Táré nemzi Ábrahámot, Nákort, Háránt, Hárán pedig nemzi Lótot. Hárán meghalt, Ábrahám pedig és Nákor vőnek maguknak feleséget. Ábrahám feleségének neve Száraj, a Nákor feleségének neve Milka, és ugye utána Háránnak, Milka atyának és Iszkát atyának lánya. Szárai pedig magtalan vala, nem vala néki gyermeke. Ez egészen így marad. Ugye mindenki ismeri a történetet, remélhetőleg meg fogjuk nézni azt is. És felvevé Táré Ábrámot, az ő fiát és Lótot, Háránnak a fiát, és az ő unokáját és Szárajt, az ő menyét, Ábrámnak, az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Ur-Kasdimból, hogy Kánán földjére menjenek, és eljutának Háránig, és ott letelepedének. Ugye elhagyják az ő szülőföldüket, Úr városát, ami Mezopotámia, hogy elmenjenek egészen Kánán földjére. Ez az a pillanat, amikor átkelnek az Eufráteszen. Tehát nem feltétlenül, ez az egyik oka annak, hogy Hébernek hívják őket, ugye, akik átkeltek, akik keresztül vágtak. 1 Mózes 12, az pedig a következő fejezet, 1-es vers, így szól, 1 Mózes 12, 1-es vers. És mondja Jahua, azaz mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. Az első parancsolat, melyet Jahua Ábrámnak adott. Érdemes figyelni azt a versek során, hogy hogyan alakul a viszony Jahua és Ábrám között. Ábrám nem csinált semmit azért, hogy Jahua őt válassza. Viszont mindvégig engedelmes maradt. Jahua parancsolt, Ábrám megtette, nem kérdezett, nem magyarázott, nem alkudozott, hanem csak megindult. És nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ezt érdemes mindenkinek észben tartania, és megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Ez ugye Jahusa HaMashiach, amiről olvastunk, ő az áldás, aki elhozza az egész világnak az üdvösséget és a királyságot azáltal, hogy ő áldozat lesz a bűneinkért. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy akármit lehet csinálni, de most ez nem a kérdés. A lényeg az, hogy Jahua az előtt ígéretet tett Ábrámnak, mielőtt Ábrám bármit is tenne. Ez után történik az a 4-es versben, hogy és kiméne Ábrám, amint Jahua mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele, aki ugye nem volt Ábrám magva, tehát nem csak az, aki Ábrahám magva az, aki csatlakozhat, hanem az is, aki úgy akar járni, mint ahogy ő jár. És Lót kiméne ő vele. Ábrám pedig 75 esztendős valamikor kiméne Háránba. És felvevi Ábrám az ő feleségét Szárajt, és Lótot az ő atya fiának, fiát, és minden szerzeményüket, melyeket szereztek vala, és cselédeket Háránban tettek vala szert, elindulának, hogy Kánán földjére menjenek, és el is jutának Kánán földjére. 6-os, és által méne Ábrám a földön, mint Sikem vidékéig, Móré tölgyeség, akkor kananeusok valának azon a földön, és megjelenik Jahua
Ábrámnak, az Úr Ábrámnak, és mondanék ki, a te magodnak adom ezt a földet, és Ábrám oltárt építeni a Huának, aki megjelent vala néki. Én arra hívnám fel a figyelmet, mint mindig, most is, az ígéret hamarabb jön, mint a cselekedet, és ez mindvégig igaz az egész írások keresztül. Ádámot megteremtette, anélkül természetesen, hogy Ádám, vagyis hogy az emberiség azt akarta volna. Noénak elmondta, hogy mit csináljon, kiválasztotta őt, mielőtt még Noé megcselekedte volna azt, amit ő parancsolt neki, hogy építsen egy bárkát. Ábrámnak megígérte ezt, mielőtt még Ábrám bármit is tett volna. Kihozta a hébereket Egyiptom földjéről, mielőtt még azok bármit is engedelmeskedtek volna. Elküldte a megváltót, mielőtt azok az emberek, vagy az egész világ engedelmeskedett volna neki. Ő az, aki az első lépést megteszi. És azután mindenki, aki azt teszi, amit ő parancsol, az csatlakozik hozzá az engedelmessége által. Ez az, amire Ábrahám tanít többek közt. 8-as. Onnan azután a hegység felé méne Betelből, keletre és felütés által Betelval a nyugatra, Hái pedig keletre. És ott oltárt építene, építei a Huának, és segítségül hívá Jahua nevét, és tovább költözik Ábrám folyton délfelé húzódván. Ábrám egész egyszerűen csak követte Jahua utasításait, és ment és haladt, amerre ő küldte. Ez az, ami Ábrámot héberré tette. Ez az, ami Ábrámnak a legfőbb jellemzője, de ez ki is fog derülni hamarosan Zsidókhoz 11-es fejezetből. Zsidókhoz 11-es fejezet. Abri, Zsidókhoz 11-es fejezet. 8-as, így szó. A hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala és kiméne, nem tudván, hogy hova megy. Pontosan ezt olvastuk most az imént 1 Mózes 12-ben. Jahua azt parancsolta, hogy induljon meg, megindult, folyamatosan vándorolt, oltárt épített, teljesítette, amit kívánt Jahua. Erről ír Zsidókhoz 11-es fejezet. A hit által 9-es vers lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobban, ugyanazon ígéretek örökös társaival. 10. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója Elohim. A hit volt az, ami által engedelmeskedett. A hit azonban cselekedetekben nyilvánult meg. A cselekedet az volt, hogy elhitte és megindult. Ha azt mondta volna neki Jahua, hogy indulj meg, és majd nagy nemzetté teszek, és az egész föld megáldatik benned, ő meg ott marad és ül, és azt mondja, hogy ó, igen, én szeretem, én imádom Jahuát, és én hiszek neki, és ott ül, akkor valószínűleg egy idő után Jahua megelégelte volna, és keresett volna magának más. Azonban a hit cselekedetekben nyilvánult meg. Ábrahám ennek az iskola példája. Ezért is ír róla annyit. Ezért is olyan fontos szereplő. Ábrahám. 11-es így szó. Hit által nyert erőt Sára, az a Száraj, még az előző történetben, is az ő méhében való foganása és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Hűnek, azaz igaznak. A hit volt az, ami által Sára képes volt gyermeket szülni, hiszen elhitték mindketten, hogy 100 éves kor körül még lehet gyermeket szülni. Azért is egytől, mégpedig mint egy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövegy, mely megszámlálhatatlan. Ugye az ígéret, hogy nagy néppé tesznek, ez itt teljesül be. 13. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket. Mi volt az ígéret? Az, hogy nagy népét teszek, hogy az utódaidnak adom ezt a földet, és az egész világot te magodban áldatik meg.
ezt ők nem élték meg, hiszen meghaltak évezredekkel azelőtt. Hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és a vallás tevén arról ugye elhitték, hogy idegenek és vándorok a Földön. Ők képesek voltak a cselekedeteikkel bebizonyítani azt, hogy nekik van hitük. Ez volt az, ami héberré tette Ábrahámot. Ez az, ahogyan példát mutat a többi generációnak, ami utána következik, és ezt az utat szeretné járni, hogy hogyan kellene élni. Következő Mati, Jakub Máté 8-as fejezet, és megnézzük ezt a nagy népé teszlek részt. Máté 8-as fejezet. Máté Jakub 8-as fejezet. 5-ös vers így szól. Mikor pedig beméne Jehusa Kapernaumba egy százados méne hozzá kérvérőt, és ezt mondván, Adonai, az az Úr, az én szolgám otthon gutaütöttem fekszik, és nagy kínokat szenved. Ugye azt akarja, hogy gyógyítsa meg, és Jehusa mondja, hogy oké, rendben van, elmegyek oda. Erre azt feleli ugye a katona, hogy nem kell eljönnöd, hiszen én tudom, hogy megparancsolom, és az emberek azt teszik, miért nem parancsolod meg, és így lesz. Erre ezt válaszolja Jehusa a 10. versben. Jehusa, idézve egy Jézus, pedig mikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőinek, bizony mondom néktek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről, napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettek külső sötétségre, holott lésze sírás és fogaknak csikorgatása. Ugye azt mondja, hogy sokan el fognak jönni minden irányból. Ez az a ígéret, amit mondott, hogy benned áldatnak meg a föld minden népei. Hogy minden népek eljönnek majd, és Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában lesznek. Illetve az, hogy akkora lesz a leszármazottainak száma, mint a fővény a tengerben. És ez ez ország fiai pedig kivettetnek azok, akik nem hajlandók úgy járni. Teljesen mindegy, hogy az ember honnan származik. Így is, úgy is lehet héber, ha úgy cselekszik, mint Ábrahám, és követi Jahua utasításait. Azonban a hitnek cselekedetekben kell megnyilvánulnia. Ez az, amire tanít nem csak Jahusa a Prit Kádasában, az Új Szövetségben, hanem az egész írás során mindenki erre tanít. Vissza fogunk menni 1 Mózes 13-hoz. 1 Mózes Bereshit 13. 1 Mózes 13. Első vers így szól. Feljöve azért Ábrám Egyiptomból, ő és az ő felesége és mindene valamilyen vala, és Lót is ő vele déli tartományba. Ugye Lót még mindig követi. Az ígéret Ábrahámnak szólt, és a parancsolatok is Ábrahámnak szóltak, azonban Lót úgy döntött, hogy ő ezt az utat akarja járni, és ő követte és azt csinálta, amit Ábrahám. Jahua egy szóval sem mondott Lótnak semmit. Hogy csináld ezt, vagy csináld azt, vagy menj ide, vagy menj oda. Jahua Ábrámmal tárgyalt, a héber Ábrámmal, ugyanúgy, ahogy később az izraelitákkal tárgyalt, ugyanúgy nem tárgyalt az összes többi néppel. Kiválasztott egy népet, azon keresztül fogja magát megmutatni a világnak, és elküldeni az ő üzenetét. Ez a lényege az egész írásnak. Mindazok, akik azt hiszik, hogy lecserélte a népét, vagy ez már nem számít, vagy már az egyház, az új nép, az nem érti, hogy hogyan működik a Jehua. Ő nem változik, ő nem gondolja meg magát, nem cserélgeti le a népeket. Mindegy, a lényeg az, hogy Lót csatlakozott, hiszen ő úgy látta, hogy ez az igaz út. Mindenki, aki csatlakozik, aki úgy él, az részese Ábrám királyságának úgy van. Második, Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel, aranyra. És méne helyről helyre délfelől, mint Bethelig, oda, ahol először vala az ő sátor, a Betel,
és Hái között. Ugye Ábrám még mindig vándorolt. Jahua kiadta neki az utasításokat, ő pedig követte. Négyes vers. Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala, és segítségül hívá ott Ábrám Jahuának nevét. Ugye visszavándorolt oda, ahol már volt korábban 12-eshez, hogyha leugrunk, így szól. Ábrám lakozik vala Kánán földén, Lót pedig lakozik vala Jordán melléki városokban, sátoroz vala Sodomáig. Ugye ez Lót elváltak már útjaik, hiszen nem fértek el annyi állatuk lett, és akkor lett az egész gazdaság, hogy nem fértek egymás mellett, és Lót elvándorolt Ábrámtól. De ő folytatta ugyanúgy az életmódot, hiszen azt tudjuk Sodoma és Gomorra történetéből, hogy őt ennek ellenére kimentette Jahua, hogy az egész várost elpusztította. 13. Így szól, Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösek valának Jahua előtt. Jahua pedig mondta Ábrámnak, minek utána elválik tőle Lót. Emeld fel a szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. Olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel, járd be az országot hosszában, széltében, mert néked adom azt. Előbb mozdít el ezért sátorát Ábrám, és elméne is lakozik Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, és oltárt építe ott Jahuának. Megmutatta neki, megtette az ígéretet, Ábrám fogta magát, és megindult, ahogy azt ő mindig is tette. Úgyhogy, ahogy mondtam, mindenhol azt a példát látjuk, hogy az utasítást cselekedet követi. Ez az, amit Ábrám folyamatosan tett, követte Jahua utasításait. És ezért jutalmazta Jahua gazdagsággal, földdel és mindennel, amit az ember akar. Azonban először a hite volt meg, hiszen ha nem hitt volna Jahuában, a teremtőben, Elohimben, akkor nem indult volna meg, hiszen akkor, ne, akkor úgy lett volna vele, hogy minek menjek, mikor itt nekem teljesen jó, honnan tudjam, hogy mi lesz. Azonban a hit cselekedetekben nyilvánult meg, és ez a cselekedet az, ami erősíti az ember és a teremtő közti kapcsolatot. Ez a jellemzője annak, aki csatlakozni szeretne Ábrahám népéhez, aki héber szeretne lenni. Izraelita nem lehet valaki, hiszen Izraelita az egy népcsoport, de héber lehet. Ez a különbség a kettő között. De meg fogjuk vizsgálni később az Izraelitát, teljesen mindegy még most. Menjünk tovább a 14-es fejezetre, ugyanitt a következő fejezet, 16-os vers, így szól. Ez az, amivel kezdtük az egész tanulmányt, amikor is ugye elrabolták Lótot és a népet, itt visszaszerzi Ábrám, és így szól a 16-os vers, 1 Mózes 14, 16-os vers, így szól. És visszahozzám mind a jószágot, Lótot is, az ő atya fiát jószágával egybe visszahozzá, meg az asszonyokat és a népet. Melkisedek pedig Sálem királya kenyeret és bort hoza, kenyér és bor. Csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ki az, aki kenyeret és bort hozott az embereknek. Ő pedig a magasságos Elohimnek papja vala. Ki volt az, aki Elohimnek papja és kenyeret és bort hozott. És megáldá őt mondta, áldott legyen Ábrám a magasságos Elohimtől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Elohim, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet ad a néki mindenből. Ugye Ábrahám adott tizedet Melkizedeknek. A lényeg az, hogy Melkizedek, ugye Jehusách Másiák képe, amint az ki fog derülni, zsidókhoz 7-es fejezetből. Zsidókhoz 7-es fejezet.
Zsidókhoz 7-es fejezet. 1-es vers így szól. Ez szintén Melchizedekről van szó. Zsidókhoz 7, 1-es fejezet. Mert ez a Melchizedek, Sálem királya, a felséges Elohim papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya, azaz békesség királya. Ki az, aki az igazság királya? Az igazság ugye Elohim szava, és ki az, aki a békesség királya? Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén Elohim fiához, pap marad örökké. Csak azért akartam bemutatni, hogy Ábrám azáltal, hogy engedelmes volt, hitt, és azt tette, amit Elohim parancsolt neki, azáltal eljutott oda, hogy Elohim mindenben támogatta és kinyilatkoztatta magát neki minden egyes fordulópontnál, ami számított Ábrám életében. És azt hiszem egyetemi mindenki számára, hogy Melchizedek Jehusách Másiák képe. Hiszen az igazság királya, Sálem, azaz a béke, ugye Shalom, az béke, ez a héber szó Sálem, Shalom, a béke királya, akinek apja, anyja nincs, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem vége, alfa, omega, és hasonlóvá tétetvén Elohim fiához, pap marad örökké, akár csak Elohim fia. Szóval Ábrám, mikor visszatért, ő hajlandó volt tizedet fizetni, és mindenre, mindent úgy csinált, ahogyan azt Elohim elvárta tőle. Ez az, ami héberri tette őt. Ez az, ami bemutatta azt, hogy ő áttért egy másik fajta életvitelre. Ezért Ábrám az atya mindenkinek, aki Elohim parancsolata szerint él. 1 Mózes 15, Peresít 15. 1 Mózes 15, az pedig Peresít 15, és így szól. 1 Mózes 15, első vers. E dolgok után lőn Jehova beszéde, az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván. Ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Jehova Elohim, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, ímé én nékem nem adtam magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. Ugye olvastuk korábban, hogy Sára Száráj meddő volt. 4-es. Ímé szóla Jehua ő hozzá mondva. Nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodba származik, az lesz a te örökösöd. És kivivé őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondanék ilyen, így lészen a te magod. Újabb ígéretet tesz neki. Folyamatosan megerősíti azt, amit már korábban mondott neki. Azért, mert Ábrahám hajlandó volt úgy járni, ahogyan Jehua azt parancsolta neki. Lépésről lépésre vezeti, ahogyan kinyilatkoztatja magát Jehua. Először Ábrahám hisz, és kinyilatkoztatja magát az ő cselekedetei által, úgy halad előre felé ezen az úton. 6-os, és hitt Jahuának, és tulajdonítaték az ő néki igazságú. Én azt javaslom, hogy mindenki jegyezze meg ezt a mondatot, jegyezze le ezt a mondatot. Hitt Jahuának, és tulajdonítaték az ő neki igazságú. A hit az, ami megigazítja az ember. Tehát természetes, hogy nem a cselekedet az, ami miatt az ember eljut Elohimhez, vagy eljut a királyságba, vagy üdvözül, hanem a hit az, az, hogy az ember hiszi, hogy van Elohim, hogy úgy kell élni, hogy majd ő segít. Azonban ez később cselekedetekben nyilvánul meg. 7. És mondanék, én vagyok Jahua az Úr,
aki téged kiosztalak, Úr Jahova Kasdimból, hogy néked adjam e földet örökségedül. És mondta, Jahova Elohim, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? Ugye ismét az ígéretet teszi, az, hogy neki adja a földet, és a magvának, és annyi lesz a magva, mint a fövenny a tengerparton, vagy mint az égen a csillag. És feleléki, hoz nékem egy három esztendős üszőt, és három esztendős kecskét, egy három esztendős kost, egy gerlicét, és egy galambfiat. Elhozza azért mindezeket, kétfelé hasítá azokat, ugye feláldozza ezeket, és ragadozó madarak szállának-e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat, és lőn naplementekor mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy sötétség száll őre el, és mondja Jahua Ábrám, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem az övé, szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket 400 esztendeig, ugye Egyiptom. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal. Ez ugye, amikor Egyiptomból kijöttek a Pesach élén, és elhozták az egyiptomiaktól a kincsüket, és kijött velük az el egy nép mellesleg, ugyanúgy, ahogyan Lót kijött Ábrámmal Mezopotámia földjéről. Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettette jó vénységben. Csak a negyedik nemzedék tér meg, mert az emorosok gonossága még nem tölt be, ugye a negyedik nemzedék az, aki bejut az ígéret földjére. És mikor a nap leméne, sötétséglőn íme egy füstölgő kemence, tüzes fákja, majd által megyen vala a húsdarabok között. Ugye Elohim megemészti az áldozatot. E napon kötött Jahua szövetséget Ábrámmal mondván, te magodnak adom ezt a földet, Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrates folyóig. Ez az ígéret, amit Ábrámnak tett azért, mert Ábrám úgy élt, ahogyan Jahua azt megkövetelte tőle. Egy Mózes 16 a következő, ez ugye az egész vers, bocsánat, az egész fejezet Ismáról szól, illetve arról, hogy meginoktak a hitükben tulajdonképpen, hiszen különösen Sára, hiszen azt mondta, hogy Hágártól legyen egy gyermeke, hiszen Sára meddő és már túl öreg, és ekkor született Ismál, ugye ennek az eredményeként. Következő 17-es fejezet, amikor is megszületik, illetve megtörténik az ígéret, hogy megszületik a saját gyermeke, mikor Ábrám 9-17-es fejezet 1-es, mikor Ábrám 99 esztendős vala, megjelenik Jahua az Úr Ábrámnak, és mondanék ki, én a mindenható Elohim vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Mi az, amit tanácsol a megváltó? Legyetek tökéletesek, ahogyan a ti atyátok a mennyben tökéletes. Úgy élj, ahogyan én parancsolom. Ahogyan Jahua parancsolja, úgy élj. Az a tökéletes. Teljesen mindegy, hogy mit gondolunk, mennyire hiszünk, vagy mennyire mondjuk. Aki ahogyan él, azzal bizonyítja azt, hogy ő része-e ennek a közösségnek, aminek Héber a neve, aki Ábrahám leszármazottja, aki a hit szerint él, vagy pedig nem. Ez a parancsolat Ábrám számára. És mi a következménye ennek, és megkötöm az én szövetségemet én közöttem, és te közötted, és felette igen, megsokasítlak téged. Hanyadjára mondja már el neki ugyanezt, hogy annyi lesz a magva, mint az égen a csillag, vagy a tengerparton a fövegy. Mi a feltétele? Az, hogy úgy járja, ahogyan én mondom. 3. Arcára borul Ábrahám, Elohim pedig szól ő neki mondván, ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyává leszesz. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrahámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek téged. És felette igen, megsokosítlak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled Ábrahám, lesz a neve, ugye a hely az, amit hozzáad
a nevéhez, ugyanúgy, ahogy Szára és Sára neve nevéhez hozzáad egy hé betűt, a hé pedig bizonyság, tanúságtétel, vagy megjelentetés, kinyilvánítás. Ez a jelentése. Ábrahám és Sára, ugye Ábrahám nemzetek atya, Sára nemzetek anyja, és azzal, hogy hozzáadta a hé hangot a nevükhöz, ezzel hozzáadta azt, hogy bennük fogja megnyilatkoztatni magát. Ez szerinti a hé, ezért adta hozzá, mint egy kinyilatkoztatás, vagy kijelentés. Ők azok, akik megmutatják a világnak, aki úgy él, ahogy ő, azok az ő leszármazottai, Ábrahám leszármazottai. Ezért bennük nyilvánul meg a mindenható a Földön, hiszen ők úgy élnek, ahogyan Jahua azt megparancsolta. Ezért változtatta Ábrahámra. Apostolok 3. A következő. Apostolok cselekedetei 3. fejezet. 24-es vers így szól. Apostolok 3. 24. De a proféták is minnyáján Sámueltől és a következőktől fogva, akik csak szóltak, e napokról jövendőltek. Ugye ez Jakusák a másiak eljövetele. Apostolok cselekedetei 3. 25-ös. Így szól. 25-ös vers. Ti vagytok a profétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Elohim szerzett a mi atyáinkkal mondván Ábrahámnak, és a te magodban megáldatnak a földnek minden nemzetségei, minnyájan, hiszen mindenki csatlakozhat a Jahusa Hamásiákba vetett hit által, a hit pedig cselekedetekben nyilvánul meg. Aki úgy él, az Ábrahám leszármazottja. 26. Az Elohim az ő fiát, Jahusát elsősorban néktek támasztván, elküldi őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikötöket megtérítve bűneiktől. Kihez beszél? Az izraelitákhoz, a saját véréhez, a saját népéhez. Ők azok, akiket először meg kell, hogy térítsen Elohim, ugyanúgy, ahogy Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, ahogy mindig is az ő népével foglalkozott, és a többiek majd csatlakoznak ehhez. Ezért mondja, hogy elsősorban néktek támasztván. Hiszen ők voltak azok, akik bűnben éltek. A többi népnek fogalma sem volt arról, hogy mi a bűn. A babilóniaiak, a görögök, a rómaiak, a kisebb, legkisebb dolgok is nagyobb volt annál, mint hogy mi a bűn, vagy mi nem. Fogalmuk sem volt arról, hogy mi a bűn. Ezért mondja, hogy elsősorban, hogy hogyan megtérítsen a bűntől, hiszen ők azok, akiket bünteti, velük kötötte a szövetséget, ő velük foglalkozik mindvégig. Ők azok, akiket vissza kell térítenie. Azonban mindenki, aki úgy él, ahogy ők, részese lehet ennek. És az Ábrahám gyermeke, és az Héber. 1 Mózes 17. Úgyhogy visszatérünk 1 Mózes 17-hez, ahol az imént voltunk. 1 Mózes 17. Beresít 17, 7-es vers. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között. Annak nemzedékei szerint örök szövetségű, hogy legyek te néked hatalmasának Isten és a te magodnak utánad. Az ő magja az a vér szerinti Izrael. Azok, akik Ábrahám leszármazottjai a vér szerint. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a többi ember nem tud csatlakozni, ahogyan Lót csatlakozott, ahogyan mondjuk Caleb bejutott a ígéret földjére. Ugyanúgy mindenki, aki úgy él, az be fog jutni természetesen, azonban a szövetség vitathatatlanul az ő magja, Ábrahám az ő magja és Elohim között köttetett. Ez volt az egész lényege. 8-as, és adom te néked, és a te magodnak, te utánad, te bujdosásod földét, Kánaánnak egész földét, örök birtokon és hatalmaságot Istenük lészek nekik. Ez az ígéret újra Ábrámnak. 9. Annak felette pedig mondta Elohim Ábrámnak, a
Te pedig az én szövetségemet megőrized. Hogyan lehet megőrizni egy szövetséget? Nyilván voltak feltételek, ezek a parancsolatok. Te és a te magod, te utánad az ő nemzedékei szerint mindenki megőrizze az ő szövetségét, az ő szövetsége természetesen az ő parancsolatai. Nézzük meg, hogy mi az ő szövetsége. Ez pedig az én szövetségem. Ezt mondja Elohim Ábrámnak, hogy őrizze meg ezt a szövetséget te és a te magad az ő nemzedékei szerint. Ez pedig az én szövetségem. Nézzük meg, hogy mi az ő szövetsége, melyet meg kell tartanotok én közöttem, és ti közöttetek, és a te utánad való magot között minden férfi körülmetéltessék nálatok. Ha esetleg egy kérdés lett volna eddig, hogy mi a feltétele annak, hogy az ember részese legyen ennek, a test és a szív körülmetélése a feltétele. A test körülmetélése egyszerű, a szív körülmetélése sokkal nehezebb annál. A szív körülmetélése azt jelenti, hogy megőrizni a szövetségét, a parancsolatokat, úgy élni tiszta szívből, lélekből és az erőből. Ez ugye 5 Mózes 6.5. Debarim 6.5. Akit érdekel a teljes szívemből, a teljes lelkem. 11. És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz én közöttem, ti közöttetek való szövetségnek jelen. 8 napos korában körülmetéltessék nálatok minden férfi gyermek nemzedékeiteknél, akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, aki nem a te magodból való. Ha valakinek egyértelmű parancsolat kell, akkor ez az. Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született, és a pénzeden vett, és örökkévaló szövetségű lesz az én szövetségem a ti testeteken. Ez Ábrahám szövetsége, illetve annak az egyik jele. Ugyanúgy, ahogy a Noéval kötött szövetség jele a szivárvány, az Ábrahámmal kötött szövetség jele a körülmetélés. A Mózessal kötött szövetség jele a parancsolatok. A Dáviddal kötött szövetség jele a parancsolatok megtartása. Stb. Stb. Minden szövetségnek van feltétele. Apostolok 13. Apostolok 13. Apostolok cselekedetei 13-as fejezet 25-ös vers. Apostolok 13, 25-ös vers. Így szól. És mikor be akará végezni a Hukkanon János az ő tisztét, mondta, kinek gondoltok engem? Nem én vagyok az, hanem ímé én utánam jő, kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját. Ugye a Husák Hamásiákról beszél, hiszen azok az emberek azt hitték, hogy ő maga az a proféta. 26. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek félik Elohimet, ez idvességnek beszéde néktek küldetett. Még egyszer nézzük a 26-ost. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, a vér szerinti csapat, és akik ti köztetek félik Elohimet. Ugyanúgy, ahogy Lót nem volt Ábrahám nemzetének fia, vagy Kéleb nem volt Ábrahám nemzetének fia, ugyanúgy azok, akik félik Elohimet, betartják a parancsolatokat, úgy élnek, ezért voltak ott szombatnapon a zsinagógában együtt azokkal, akik a vér szerinti mag. Hiszen ők úgy akartak élni, nem úgy akarták mondani vagy gondolni, hanem úgy akartak élni, ezért ott voltak. Ezért hozzájuk beszélt mind a két csoporthoz, hiszen ők Ábrahám nemzetsége. 1 Mózes Bereshit 17. Vissza a körülmetéléshez. 1 Mózes 17. Bereshit 17, 14-es vers így szól.
A körülmetéletlen férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfi testének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, miért? Azért, mert felbontotta az én szövetségemet. 15. És elmondta Elohim Ábrámnak, Szárainak, a te feleségednek nevét. Ne nevezz Szárainak, mert Sára az ő neve, ugye hozzáadta a helyt. És megáldom őt, és fiat is adok őt tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké, nemzetek királyi származzanak tőle. Ekkor arcára borul Ábrahám, és nevete, gondolázó szívébe, vajon 100 esztendős embernek lész egy gyermeke, avagy Sára 90 esztendős lévén szülhet é. És mondta Ábrahám Elohimnek, vaj, ha Ismál élne te előtted. Elohim pedig mondta, kétség nélkül a te feleséged, Sára, ugye Hégár nem volt a felesége, szülnéket fiat, és nevezd annak nevét Izsáknak. És megerősítem az én szövetségemet, ő vele örökké való szövetségül az ő magvának, ő utána. Tehát a szövetség Ábrahám, Izsák és Jákob magvával köttetett, és mindazok, akik akarnak, csatlakozhatnak, azonban a szövetség velük köttetett, értük kellett, hogy visszajöjjön a megváltó, hogy visszatérítse őket az útra. Aki akar, csatlakozik, és Héber lesz, aki Ábrahám útján jár. 20. Ismál felől is meghallgattak, ugye megáldja Ismált. Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szül Sára az idős korban a következő esztendőben, ugye egy évvel később pontosan meg is szülte. Elvégzi vele való beszélgetést, és felméne Elohim Ábrahámtól, vevé azért Ábrahám Ismált az ő fiát, és háza minden szülöttét, mit csinált, és mind a pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám háza népe közül, és körülmetéli férfitestéknek bőrét ugyanazon a napon, mikor szólott vala vele Elohim. Nem gondolkozott, nem kérdezte meg, hogy akkor most, vagy lehet-e, vagy lehet, hogy nem, vagy hogy Pál ezt írta, vagy hogy esetleg nem-e valakinek nem kell, hanem megcsinálta aznap. Azért, mert ő hit, és ezt tulajdonítatott neki igazságot, mert a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Erre nagyszerű példa az, amit Ábrahám csinál mindig, amikor róla van szó. Még soha nem kérdezett vissza, hogy esetleg nem-e így vagy úgy vagy. Ábrahám pedig 99 esztendős valamikor körülmetéli az ő férfi testének bőrét. Szóval ő nem nagyon izgult a következményeken, hanem tette, amit meg kellett, hogy tegyen. Mert ez volt a parancsolat, ő ezt tette. Ezért volt ő az egész hitnek az atya. Ismál pedig az ő fia 13 esztendős volt, ugyanazon a napon metéltett körül Ábrahám, és Ismál az ő fia, és házának minden férfi tagja, háza szülöttei, és kik idegen embertől pénzen vásároltattak vele együtt körülmetéltetének. Azért mondtam, hogy akinek egyetemi parancsolat kell, annak 1 Mózes 17, az szerintem az mindenki, aki része akar lenni a szövetségnek, teszi azt, ami a szövetségben le van írva, különben nem része a szövetségnek, hanem megszegi a szövetséget, ahogyan azt elmondta. Elmondta 4-szer legalább ebben a fejezetben, hogy a háza szülötte, és az idegen. Nem feltétlenül a körülmetélés a lényeg, minden parancsolat, amit ő ad, vonatkozik elsősorban azzal, akivel a szövetséget kötötte, és azokra, akik részesei szeretnének lenni a szövetségnek. Azonban a szövetség előbb-utóbb cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. Következő fejezet 1 Mózes 18, első vers. 1 Mózes 18, első vers. Megjelenik pedig ő néki Jahua, az Úr, a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában a hőnapon. Felemeli az ő szemét, látta, hogy ímé három férfi áll előtte, ugye Jahua jelent meg, és három férfi jött, és látván eléjük siet a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. Csak egy dolgot ezzel kapcsolatban is tovább megyünk vissza a témára. Ha valaki azt gondolja, hogy ez a Jahua, akiről itt szó van, hogy megjelent neki Jahua az atya, akkor én szerintem az el van tájolódva. Jahua soha nem jelent meg úgy, mint az atya a földön.
Csak azért, hogy a félreértéseket elkerüljük, Jahua soha nem, úgy mint az atya, soha nem jött le a földre, de ezt egyébként meg is tudhatjuk, azt hiszem, egy János valahol erről szó van. 10. És Monda, ugye ez Jahua, esztendőre ilyenkor bizonyan megtérek hozzád, és ímé akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala. Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának megszűnt vala Sárán az asszony természet. Ugyanúgy, ahogy érdekes módon a megváltó eljött, ugyanúgy jött Izsák is, hiszen Sárának nem lehetett gyermeke, Máriának pedig, Miriamnak pedig nem lehetett volna gyermeke, hiszen szűz volt. Ugyanúgy, ahogy Sárának már megszűnt vala az asszony természet, tehát nem lehetett gyereke, ennek ellenére a teremtő létrehozta magának ezt a népet. Nevete azért Sára ő magában, mondván vénységemre lenne így gyönyörűségem, meg az én uram is öreg. Ugye azért Ábrahámnak is odaszúrt egyet. 13. És mondta Jahua Ábrahámnak, miért nevetett Sára, ezt mondám, vajon csak ugyan szülhetek, holott én megvénhettem? Avagy Jahuának lehetetlené valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. 17. 17-es vers. És mondta az Úr Jahua, eltitkoljam én Ábrámtól, amit tenni akarok, holott Ábrahám, bocsánat, nagy és hatalmas néppé lesz, és benne áldatnak meg a földnek minden nemzetségei. Miért? Azért, mert Jahusa, ha másiák, az ő vonalán keresztül jön. Máté, Jahu leírja a vonalát, Jahusának a vonalát egészen vissza Ábrahámig. Ezért mondja, hogy benne áldatnak meg a földnek minden nemzetségei, hiszen mindenki, aki csatlakozni akar a Héber mozgalomhoz, néphez, Ábrahám gyermeke akar lenni, csatlakozhatja Husá Hamásiákba vetett hit által, és azáltal, hogy úgy jár, ahogy ő járt. 19. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak, mit, az ő házanépének mit parancsol meg, ő utána, hogy megőrizzék Jahuának útját, mi is az igazságot, és törvényt tévén, cselekedvén, úgy élvén, hogy beteljesítse Jahua Ábrámon, amit szólott felőle. Azért, mert megtanítja az ő nemzetségeinek, az ő leszármazottainak, hogy megőrizzék Jahua útját, mit mondotta a megváltó, én vagyok az út, az igazság, az élet, az útát, az igazságot és a törvényt. Tévén, azaz azt cselekedvén, és így fogja tudni Jahua beteljesíteni Ábrahámon, amit ígért, hiszen azok az emberek úgy fognak élni, így áldatik meg majd a föld minden nemzetsége, hogy lesznek emberek, akik úgy fognak élni, hiszen Ábrahám megtanította az ő leszármazottainak, azok úgy élnek, és azok, ahogyan úgy élnek, azok megtanítják a többi nemzetet, akik körülöttek vannak, és mint Lót, vagy mint Kéleb, vagy mint az összes többi, csatlakozni akarnak hozzájuk. És így fog beteljesedni az, hogy ami a 18-as versben van írva, és benne megálltak a földek minden nemzetségei. Rómaiakhoz 4. Rómaiakhoz 4. Saul levele a rómaiakhoz, 4. fejezet, 1. vers. És azt hiszem, hogy végig fog menni az egészen, de nézzük, hogy még be tudnánk fejezni, de megnézzük. Rómaiakhoz 4. 1. Így szól. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna te szerint? Ugye a kérdés az, hogy Ábrahám azért volt-e, azért lett-e ő minden nemzet atya, mert ő ugye test szerint az volt, mert ha Ábrahám cselekedetekből igazolt meg, van mivel dicsekedjék, de nem Elohim előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám Elohimnek is tulajdonítatik az ő neki igazságul, ezt olvastuk már. Igazságul ugye az, hogy ő igaz volt, hiszen hit, és az cselekedetekben nyilvánult meg. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint.
ugye ez a farizeusi törvényekre vonatkozott, és arra, akik hit nélkül csinálják ezt az egészet. Nem arról beszél, hogy nem kell cselekedet, arról beszél, hogy aki munkálkodik, és nem hisz. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az igaztalant megigazítja, az ő hitet tulajdonítatik neki igazságból. A hit jön először. Ugyanúgy, ahogy Ábrahámnál hitt, és ezért megindult. Ha nem hitt volna, nem indult volna meg. Hat, amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek Elohim igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, hogyan lehet hamis valaki úgy, hogyha úgy cselekszik, akkor cselekedeteknek jelentősége van. És akinek elfedeztettek az ő bűneik, hogyan lehet bűnt elkövetni, úgy, hogy az ember úgy él, viselkedik, beszél. Tehát cselekedeteknek van jelentőség. Ez a boldogság tehát a zsidónak, a Yahudimnak, most ebben nem megyünk bele ma már a zsidóba, vagy a pogánynak tulajdonítatik ki? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítaték igazságú. A hit az, ami megigazítja az embert, ami üdvösséget ad, ami bejuttatja a királyságba. Azonban a hit cselekedetekben nyilvánul meg. De a lényeg az, hogy ha az ember nem hisz, akkor teljesen mindegy, hogy betűre követi a törvényt, vagy nem. Ez volt a probléma a zsidókkal, hogy nem hittek a megváltóban, mert nem volt a hitük elég erős, hanem a cselekedeteik alapján akartak üdvözölni. 10. Miképpen tulajdonítatik tehát? Körülmetélt vagy a körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában, hiszen Ábrahám még nem volt körülmetélve, mikor már megkötötte vele a szövetséget. Azonban utána körülmetélte magát. Akkor csak szükség van rá. 11. És a körülmetélés jegyét körülmetéletlenségében hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. Azért, mert a körülmetélkedés jegye, mi az a jegy? A hit. Az egy bizonyság, hogy az ember hisz. Azt már a körülmetéletlenségében megkapta, hiszen hitt. Elohim tudta, hogy meg fogja tenni. Hitt, ezért körülmetélkedett. Ez az egésznek a lényege. Nem azt mondja, hogy nincs szükség körülmetélésre. Azt mondja, hogy mikor az ember még körülmetéletlen, már tulajdonképpen körülmetéletlen, hiszen akkor már eldönti, hogy ő követni akarja ezt az utat, vagy sem. 12. És adja a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított, betoldva hitének nyomdokai. Pontosan elmondja azt, amit mindig is elmond, csak nem olyan egyszerűen, ahogyan a legtöbb más apostol. Azt mondja, hogy atya legyen a körülmetélteknek, is azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is atyánknak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Akik úgy cselekednek, akik úgy élnek, akik hisznek, és körül vannak metélkedve, azok, akikről itt beszél. Ugye azt mondja, hogy a körülmetélteknek, akik nem csak körülmetélkednek, hanem úgy is élnek, hanem követik is, hanem hisznek. Hiszen aki hisz, az, aki úgy él. Az, akiről szó van. Ha valaki nincs körülmetélkedve, mert nem hisz, vagy körül van metélkedve, mert de nem hisz, az ugyanaz a kategória. 13. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örökös lesz, hanem a hitnek igazsága által. Azért ígérte meg neki, mert ő hitt. Először hitt. És megígérte neki, hiszen utána tudta, hogy úgy fog élni. Mert ha azok az örökösök, akik törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret, ugye, aki hit nélkül cselekszi a törvényeket, az nem számít bele ebbe a közösségbe. Hiszen a hit fontosabb, mint a cselekedetek. De nem lehet a cselekedeteket el... A hit az, ami által üdvözül az ember. Inkább így fogalmazok, nem, hogy fontosak. A hit által üdvözül az ember.
Mert a törvény haragot nem, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Mindaz, aki hisz, csatlakozhat a Héber nemzethez, Ábrahám nemzetéhez. Azonban a hit cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. Erről beszél mindvégig. Hiszen ha nincs törvény, ott nincs törvény ellen való cselekedet. Tizenhét. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, hiszen sok nép csatlakozhat a hit által, nem lesz attól még vérszerinti izraelita, vagy Ábrahám leszármazottja, de csatlakozhat, hiszen ők úgy élnek. Sok nép atyával tettelek téged, azelőtt Elohim előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, az által, hogy megmutatja nekik, hogy bűnben élnek, az által eleveníti meg, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység, ez ugye az, arra Izraelit az északi királyságra vonatkozik, akiket száműzött, azok voltak a holtak, akiket megelevenített Jehusa HaMásiák által, és azok, akik nem voltak az ő népe, akikre azt mondta, hogy nem voltak az ő népe, ez ugye Hoseás, Loami, hogy nem vagy a népem, azokat előszólítja, mint meglevőket, a hit által újra visszahívja magához, és mindazokat a pogányokat, akik csatlakozni akarnak, akik nem vérszerintiek. 18. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népek atyává lesz, az szerint, amit megmondatott, így lészen a te magad. 19. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Elohimnek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván Elohimnek, és teljesen elhitte, hogy az hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ez a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Hiszen elhitte azt, hogy Elohim meg fogja tenni azt, amit ígért, hogy fia lesz annak ellenére, hogy 100 éves. Azért is tulajdonítaték neki igazságú. A hite volt az, ami igazzá tette, ami az üdvösséghez juttatta, ami eljuttatta a királyságba majd. De nem csak ő érette iratott meg, hogy tulajdonítatik neki igazságunk, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi urunkat, Jehusa HaMásiákot, ki az, aki feltámasztotta Jahua? Aki hisz benne. Hiszen ahhoz, hogy elhiggyük azt, hogy Jehusa feltámadta, ahhoz el kell hinnünk, hogy valaki feltámasztotta. Ezért fontos a Jehusa HaMásiákba vetett hit. Aki a mi bűneinkért halára adatott, halára ugye az betoldva, aki a mi bűneinket adatott, és feltámasztott a mi megigazulásunkért, hiszen aki hisz benne, az hisz Elohimben, Jahuában, és úgy fog élni, hiszen az igazi hit az cselekedetekben nyilvánul meg. Az, ami a szótárban van hit, az egy másik hit, ahhoz képest, amiről az írás beszél. Ez a hit cselekedetekben nyilvánul meg. 1 Mózes 22. 1 Mózes 22. Hát már ezen végig jutok. 1 Mózes 22. Beresít 22. 1-es vers. És lőn ezek utána. Elohim megkísérti Ábrahámat. Ez az utolsó nagy kísértés. Ezt mindenki ismeri, mikor ugye arról van szó, hogy Izsákot áldozza fel. És mondanék ki Ábrahám, hogy Ábrahám, és az felele, ím hol vagyok, és mondta, vedd a te fiadat, ama egyetlen egyedet, ami ugye nem igaz, hiszen Ismál is fia volt, akkor miért mondja, hogy egyetlen egy, hiszen azt mondta, hogy ez lesz az, akiben megállapítja az ő magvát. Akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földére, áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Felkele Ábrahám,
Jó reggel megnyergeli a szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott égő áldozatot, akkor fel kell elindul a helyre, melyet Elohim mondott vala néki. Ugyanúgy, ahogy amikor a körülmetélésről volt szó, hogy fogta magát, másnap felkelt, elindult, mert ezt mondta neki Elohim. Ábrahám az, aki példát mutat mindenkinek arra, hogy hogyan lehet tagja a héber nemzetek, hogyan csatlakozhat, hogyan kelhet át, hogyan térhet át egy másik fajta életmódra. Ez az, amiről ő példát mutat. 7. vers. És szól a Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához. És mondta, atyám, azt pedig mondta, ím hol vagyok, fiam? És mondta Izsák, ím hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondja Ábrahám, Elohim majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mennek vala ketten együtt. És úgy is lett egyébként. 10. És kinyújt Ábrahám az ő kezét, vevé a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiállt a néki, Jahuának angyala, az égből mondta Ábrám, Ábrám, ő pedig felel, ím hol vagyok, és mondta, ne nyújtsd ki a kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy igaz vagy, és nem kedveztél a te fiatnak, a te egyetlen egynek, én érettem. Ugyanúgy, ahogy mindenki más, próbára fog tenni, és próbára tesz, ugyanúgy próbára tette Ábrahámot, és azáltal, hogy kíváncsi volt arra, hogy vajon hajlandó-e feláldozni a fiát, ha ő parancsolja, és Ábrahám ismét hit, hiszen tudta, hogy ha arról van szó, hogy Jahuá feltámasztja, vagy egy újat ad, vagy akármit csinál, hiszen megígérte, hogy ebben a fiúban fogja az ő magját megalapítani, és az egész világ meg fog áldatni az ő utódjaiban. Szóval tudta, hogy így vagy úgy Jahua teljesíteni fogja az ígéretét. Ez a hit, ami cselekedetekben nyilvánul meg, illetve hát nagyszerűen Jakab második fejezet, ahova most megyünk, ezt el fogja mondani nekünk. Erről rengetegszer szó volt már, de nézzük meg még egyszer Jakab második fejezet. Jakab második fejezet 20-as. Akarod épp pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt. 21. Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazítatott té meg? Felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit? Ha azt mondtam volna, hogy áldozd fel a fiad, ő meg azt mondja, hogy jó, oké, és nézi tovább a tévét otthon, akkor biztos, hogy nem az lett volna, hogy Jahua meg várja a hegyen, és gondolkozik, hogy ő benne fogom én attól függetlenül még megalapítani az... Majd ő lesz az, akiben az egész világ nemzetei megáldatnak, annak ellenére, hogy nem csinálja azt, amit mondok. A hit cselekedetekben nyilvánul meg. Ez az, amiről beszél Jakab, ez az, amiről beszél az egész könyv. 22. Látod, hogy a hit ugye együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit, hiszen az bizonyította, hogy ő hisz. A hit elindul úgy, hogy az ember elhiszi, azt mondja, hogy jó, ez így lesz, ő így van, ő elküldte a fiát. A következő az, hogy akkor megnézem, hogy mit mondott a fia, és akkor úgy élek. Így lesz teljessé a hit. A hit egyben van kötve a cselekedetekkel. Nem úgy, mint ahogy körülbelül a szótárban van, hogy hisz, ül és gondolkodik, és hisz, hanem úgy cselekszik, azaz, ami beteljesíti. 23. És beteljesedett az írás, mely ezt mondja, hit pedig Ábrahám Elohimnek, és tulajdonítatik néki igazságul, és Elohim barátjának neveztetett. Az, aki úgy él, aki hisz és úgy cselekszik, az Elohim barátja. 24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy Jakab második fejezetet úgy, ahogy van, írja ki magának, és tegye ki az ajtóra, vagy ahol mindig szem előtt van, mert különösen most, amikor mindenki mindenféle kifogásokat keres, ez szerintem nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy a hit cselekedetek nélkül halott.
Egy Mózes 22. És még van kettő vers, és vége. Egy Mózes 22. Báresít 22. Egy Mózes 22. Ha megnézzük, visszamészünk arra, 8-as versben ez így mond, így szól Ábrám. Elohim majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mennek vala ketten. Azt mondja, hogy majd ő gondoskodik arról a bárányról, ami ehhez szükséges. Persze lehet, hogy ő arra gondolt, hogy már az te vagy, fiam, de ő tudta, hogy valahogy Elohim majd gondoskodni fog róla, és 13-as, és így is lett, és felemeli Ábrahám az ő szemeit, és látá, hogy ímé háta meget egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, elhozzá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezi Ábrahám annak a helynek a nevét, Jehova Jirinek. Azért mondják ma is, Jahua hegyén gondviselés. Tehát Ábrahám pontosan tudta, hogy mi fog történni, és az történt, hiszen hitt. Tudta, hogy nem halhat meg a fia. És kiállt a 15, Jahuának angyala Ábrahámnak másodszor is az égből, mondja, én magamra esküszöm, azt mondja Jahua, mivel hogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egynek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövevényt, mely a tengerpartján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Ez volt az a pillanat, amikor beteljesedett az, amit eddig mondogatott neki. Ez volt az a pillanat, amikor valóságá vált az, amit eddig ígért neki Jahova. Amit eddig már 10-szer elmondott, és mindig vezette Ábrahámot közelebb, és mondta, hogy vándoroljon, mondta, hogy majd lesz egy gyereke, meg lett a gyerek, metéltesse körül magát, vándoroljon tovább, áldozza fel, és mindig megígérte neki, és mindig, és ez az a pillanat, mikor mindent feláldozott volna, az egészet. Hiszen ha megöli a fiát, akkor nem lehetett volna az ő magja az, aki annyi, mint a fövény a tengerparton, vagy a csillag, nem is áldathatott volna meg az egész föld, hiszen megöli azt a gyermeket, feláldozta volna az egészet az ő hitéért. És ezért kapta meg az ígéretet végül. Ez volt az a pillanat, amikor Ábrahám mindazon embereknek, akik hit által élnek, az atyává vált. Ő a héber nemzet alapítója. Ez az a pillanat, amikor ő azzá vált. Mikor mindent hajlandó lett volna eldobni azért, mert Jahua azt parancsolta. Úgyhogy ha valaki példakép után kutat, akkor Ábrahám egy nagyon jó jelölt. Utolsó Galatákhoz 3-as. Galatákhoz 3-as fejezet. Saul Galatákhoz írott levelének 3-as fejezete, 6-os vers így szól. Miképpen Ábrahám hitt Elohimnek, és tulajdonítatott néki igazságul, értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. Előre látván pedig az írás, hogy Elohim hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal, aki hisz, úgy él, és az héber, az Ábrahám leszármazottja, és az az, aki Elohim gyermeke. Úgyhogy ez a Héberrel kapcsolatban is az, hogy ki a Héber, ki Ábrahám gyermeke, ki tartozik ebbe a nemzetbe, és mi az, amit érdemes tudni a Héberrel kapcsolatban. A következő héten meg fogjuk nézni, hogy mi az izraelita, és mi a különbség, mi az, amit megtudunk arról.
Úgyhogy remélem, hogy ezt hasznosnak találtátok, és halleluja azért, hogy Jehova megmutatja ezeket a dolgokat, és lehetőség van arra, hogy ez eljusson minél több emberhez ezekben az utolsó időkben. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!